Ezentúl minden hónap utolsó péntekjén a Fejér megyei rendőrök foglalják el a köztér stúdióját és műsorsávját. Jó estét kívánok, Novák Rita vagyok. Ez pedig a Kéklámpások a köztérben, ami ezentúl minden hónap utolsó péntekén jelentkezik. Tehát ebben a műsorban érinteni fogjuk az aktuális bűnügyi helyzetképet, egy kicsit közlekedünk, és minden műsor végén megismerkedhetnek egy helyi rendőrrel is. Mindezek előtt azonban nézzük meg a rendőrség lakossági felhívásait. Jó estét kívánok! A képen látható férfi eddigi adataink szerint a Sarló utcában egy biciklit lopott el. A lelakatolt kerékpárt egy lépcsőházból tulajdonította el az elkövető. A képen látható nőt és társát lopás miatt keresik kollégáim. Jelenlegi adataink szerint a Holland Fasoron található szupermarket üzlet helyiségében, egy ruhaüzletből, egy őrizetlenül hagyott babakocsi tároló rekeszéből tulajdonítottak el egy pénztárcát. Egy székesfehérvári ékszerboltba tört be ez a képen látható ismeretlen személy, akinek az azonosításához kollégáim a lakosság segítségét kéri. Az ismeretlen elkövető az ékszerboltból több millió forint értékben tulajdonított el aranyékszereket. A Palotai úton található bevásárlóközpontban felállított kávéautomatát törték fel a képen látható ismeretlen személyek. Az elkövetők ezt követően eltulajdonították a készülék pénzkazettáját. Lopott bankkártyával próbált meg készpénzhez jutni az alábbi képen látható ismeretlen személy. Az elkövető a tavalyi évben a karácsonyi vásárban tulajdonított el egy női táskát, a benne lévő pénztárcával, bankkártyával együtt, melyet nem sokkal később egy bankautomatánál fel is használt. Gépjárműtolvajt keresnek a rendőrök. A Suzuki típusú személygépkocsit a képen látható ismeretlen férfi a Budai út egyik parkolójából tulajdonította el. Kozmetikai termékeket tulajdonított el a képen látható ismeretlen férfi. A rendelkezésre álló adataink alapján az ismeretlen elkövető egy budai úti üzletből lopott. Lemezkazetta lopás miatt keresik a székesfehérvári rendőrök az alábbi képen látható férfit. A rendelkezésre álló adataink szerint az ismeretlen személy egy fehérvári fogorvosi rendelőből tulajdonította el a lemezkazettát. Aki a bűncselekményről bármit tud, vagy felismert a képeken, videókon látható személyek közül bárkit, keresse, tegyen bejelentést a székesfehérvári rendőrkapitányságon, majd személyesen, vagy telefonon, vagy az ingyenesen hívható 80-555-111-es telefontanúzó 5 számon, vagy a 107-es, 112-es központi segélyhívó telefonszámaink bármelyikén. Kifosztottak egy nyugdíjas asszonyt a fehérvári piacon. A rendőrség egyébként elfogta azt a férfit, akit azzal gyanúsítanak, hogy kilopta a táskából a pénztárcát. Kijött az a 1 centi. Tóth Lászlóni azt a pénztárcát mutatja, amiből a Bolha piacon kiloptak több mint 60 ezer forintot. Az asszony azt mondja, amikor utoljára látta a pénzét, 20 ezreseinek széle kilógott a zsebből. Tóth Lászlóni éppen fizetni akart a Bolha piac egyik árusánál, amikor észrevette, nincs meg a pénze. Úristen, hogy hol van a pénzem? És akkor belenyúltam, nem volt. És még ott volt, és gyorsan szóltam neki, hogy a zsebeit bontsa ki, és azt ki is bontotta, és nem volt az én pénzem sehol. Az asszony miután meggyőződött arról, hogy nincs az árusnál a pénze, rendőri segítséget kért. A járőrök egy 42 éves férfit gyanúsítanak azzal, hogy ellopta az asszony pénzét. Úgy tudjuk, ahhoz, hogy a tolvaj ki tudja fosztani a nyugdíjast, ahhoz a fia segítségére is szüksége volt. Ő terelhette el a szépkorú figyelmét. Nem tudom, hogy mennyire tipikus ez az eset, ezt már stúdiónk első vendégétől kérdezem, aki nem más, mint Horváth Zoltán rendőr, arezletes, a Székesfehérvári rendőrkapitányság bűnügyi osztályvezetője. Jó estét kívánok! Köszönöm sokan, jó estét kívánok! Itt a karácsonyi szezon lassan, vásárolunk, sokan vagyunk most már az áruházakban, az ilyen és ehhez hasonló esetek mennyire szaporodnak meg ezekben az időszakokban? Sűrűbben előfordulnak ezek az esetek ebbe az adventi időszakban, amikor több vásárló van, nagyobb a tömeg, az embereknél több a készpénz, vásárolnak ajándékokat, karácsonyi csecsebeséket, ételt. Sokkal nagyobb, sokkal nagyobb annak az esélye, hogy a
bűnös szándékkal közeledő ember megtalálja az áldozatát. Mi egy picit figyelmetlenebbek vagyunk, vagyis inkább nem is a pénztárcánkra figyelünk, hanem arra, hogy akkor jó lesz ez az ajándék, vagy hogy abban a mákos beiglibe, amit sütni szeretnék, megvan-e minden hozzávaló. Ezt nyilván a bűnözők, a tolvajok kihasználják. Melyek egyébként a legtipikusabb esetek, amit nagyon gyakran elkövetünk, és emiatt válunk áldozattá? A pénztárcánkat szabadon hagyjuk. Legyen az nyitott zseb, legyen az nyitott táska, amit a hátunkon hordunk, hátizsák. Sok esetben előfordul az, hogy figyelmetlenségből a pulton felejtjük ezt a táskát vagy tárcát, és ezt bizony a bűnös szándékú emberek kihasználják. Hogyan fordul elő egyébként a trükkös tolvajoknak, vagy a zsebtolvajoknak, melyek a figyelem elterelő hadműveletei, hogy egy kicsit erről tudna nekünk mesélni? Hát két nagyon tipikus eset van. Az egyik, amikor szinte észre se veszi az ember, hogy a tömegbe hozzádörgölőznek, meglökik, és ezzel a mozdulatsorral már el is terelte a figyelmet arról, hogy a táskában van valamiféle érték, amit aztán már nincs ott. Ezután a meglökés vagy hozzáérés után, a másik pedig különböző útbaigazítások kérésével, segítségkéréssel, alkalomszerűen koldulással, alamizsna kéréssel terelik el a figyelmet, és addig az elkövető társa, ha van, akkor végrehajtja a bűncselekményt. Az idős asszonynál is szó volt arról, hogy esetleg a tolvaj a saját fiával együtt próbálta az asszony pénzét elvenni. Nem egyedül dolgoznak akkor a zsebtolvajok? A klasszikus zsebtolvaj egyedül dolgozik. Már hogy egyedül követi el a bűncselekményt. Vannak társai, vagy lehetnek társai, akik egy ilyen elterelő hadmozdulatba részt vesznek. Nyilván ők ugyanolyan bűnösök, mint az, aki a tényleges cselekményt elköveti. Az ő személyüket nehéz kideríteni, és nehéz is megfigyelni őket, illetve nehéz a sértetnek, az áldozatnak ezt kiszűrni. Nyilván minden esztendőben beszélünk arról, hogy mire figyeljünk oda, hogyan kerüljük el az ilyen és ehhez hasonló bűncselekményeket, és nyilván talán nem is biztos, hogy velünk kellene foglalkozni, de nyilván mi kerülhetjük el, mert hogy zsebtolvajok így is úgy is vannak. Na de hát azért mégiscsak ismételjük el, hogy melyik ezek a legfontosabb dolgok, amikre érdemes a nagy bevásárlás idején is odafigyelni. Igen, hát mindenképpen arra figyeljünk oda, hogy ne szálljon le a vörösköd, hogyha meglátunk egy leértékelt terméket, tehát kicsit figyeljünk oda magunkra, azokra az értékekre, amik nálunk vannak. Lehetőleg tartsuk külön a pénzünket, a nagyobb címleteket az egyik zsebünkbe, a kisebbeket, amit rendszeresen használunk, esetleg parkolójegyvásárlásra, vagy bevásárlókocsi kiváltásra, ezek ne egy zsebbe legyenek, illetve az irataink sem azon a helyen legyenek, ahol a pénzünk. Figyeljünk oda, hogy legyen bezipszározva a zseb, a táskát azt lehetőleg ne az oldalunkon hátul hordjuk, hanem inkább elől, hátizsákot szintén. Ezek nagyon fontosak lennének abban, hogy ne segítsük hozzá a bűnözőket ahhoz, hogy könnyebben hozzájussanak a prédájukhoz. Gépkocsi feltörések mennyire jellemzők? Meg tudjuk ezeket előzni? Tele vannak a parkolók mindenhol. Igen, a parkolók tele vannak. Hát örömmel mondhatom, hogy Székesfehérvár ebben a tekintetben az elmúlt években nagyon, nagyon biztonságos város lett, tehát tízes nagyságrendben lehet mérni az egy évben elkövetett gépjármű feltöréseket. Tehát itt a klasszikus gépjármű feltörése. Nem volt ez azért mindig így. Nem, évekkel ezelőtt ez sokkal nagyobb volt ez a szám, nagyságrendekkel nagyobb volt ez a szám. Nyilván ez köszönhető a közterületi kollégáimnak, illetve a bűnügyes kollégáknak, akik azért ezeket a gépjármű feltörőket nagy sikerrel derítették fel, és nyilván ők most a karácsonyukat feltehetően a börtönben töltik. De Fehérvárra ez most nem jellemző, ez az elkövetési magatartás. Jó lenne, hogyha így maradna. Hagyunk még egyébként értékeket a kocsikban? Egy laptop, vagy smintáska? Sajnos igen. Nyilván erre a kollégáim az adventi időszakban is, de egyébként is bűnmegelőzési vonalon felhívják a figyelmet rendszeresen, szórólapokkal, figyelemfelhívással, a televízió és a különböző újságok segítségével, hogy minél jobban el tudjuk kerülni az áldozattá válást ebbe a tekintetben is. Azt gondolom, hogy amiről még beszélnünk kell, mert nagyon fontos, és ezért Székesfehérváron is elő-elő szokott fordulni, az a családi házak esetében a betörés.
Igen. Mennyire jellemző ez mostanában, és hát kerüljük el ezt valahogy? Ebben az időszakban, most megint itt az őszi-téli időszakra gondolok elsősorban, illetve az adventi időszakra, a délután 4 órakor az emberek befejezik a munkahelyükön a dolgukat, és akkor elindulnak vásárolni. Ezért elég sok ingatlan marad, úgymond őrizetlenül. Korábban sötétedik, ezt nyilván kihasználják a bűnelkövetők. Nem az éjszakai órákba mennek betörni, hanem ezekbe a délutáni órákba. Jelentős számú bűncselekményről nem tudok beszámolni, de előfordul Fehérváron. Hát ez azért a nagyváros hozza magával, hogy egy csomó olyan ingatlant találnak meg a bűnözők, amelyik potenciálisan az ő áldozatukul esett. Nem tudom, hogy mennyire alapinformáció az, hogy zárjuk be az ajtókat. Nyilván, ahogyha délután mennek, akkor inkább nincsenek otthon. Én azt gondolom, hogy ma már ezzel nincs gond. Bezárjuk az ajtót. A bűnelkövetőknek olyan technika áll rendelkezésükre, amivel ezek a zárt ajtók nem okoznak problémát. Gondolok itt különböző ákulcsokra, zárnyitó felszerelésekre. Mennyi idő egyébként még egy ajtót kinyit, ha be van zárva? Mondjuk 3 féle zár van az ajtón is, mindegyik van zárva. Meglepően hamar. Gyorsan? Gyorsan. Nyilván erre ezek az emberek készülnek, hisz hát ez olyan, mint egy előadásra felkészülni, ők készülnek erre, és profi módon csinálják. Ki az okosabb, a tolvaj vagy a rendőr? Hát én feltételezem, hogy a rendőr. Legyen akkor így ebben az ünnepi időszakban, és nagyon szépen köszönöm a Lezredes úr, hogy eljött hozzánk ide a stúdióba. Én köszönöm. Itt az idő, mégpedig arra, hogy az autókat téli közlekedésre átállítsuk, ehhez érdemes a szervizek valamelyikét választani, és hogyha van téli gumiuk, akkor most már azt is fel lehet tetetni, biztonságosabb lesz így a közlekedés, és hogyha még időben mennek, akkor talán a sorban állás is elkerülhető. A sofőr jól lát, és a szembe jövő autós szemébe sem világít a lámpa, akkor jó a fényszórók beállítása, mondja az egyik fehérvári szervizvezetője. Spilák Gábor hozzátette, ez az egyik legfontosabb teendő a téli átállás idején, de a fagyálló hűtővíz és szélvédőmosó, jól működő ablaktörlő és téli gumiabroncs is szükséges a biztonságos közlekedéshez. El kell kezdeni időben gondolkozni. Ugye minden évben az történik, hogy kicsit későn gondolunk erre, szeretnénk azonnal cseréltetni, és olyankor ugye túlterhelés van minden szervizbe, olyankor kapkod egy picit az ember, azért ezzel jobb előbb túlesni. Most már nem fognak a téli gumik elkopni, idő előtt elkopni, tehát most már nyugodtan lehet cseréltetni. A rendőrség még októberben elindította a Látni és Látszani kampányát, melyhez fehérvári szervizek és optikák is csatlakoztak. Ezeken a helyeken ingyenes autóátvizsgálást és szemvizsgálatot végeznek a szakemberek. A program célja a figyelemfelhívás és a baleset megelőzés. A megyei kapitányság szóvivője a téli közlekedés kapcsán a láthatóság fontossága mellett a megfelelő gumiabroncsok használatát hangsúlyozza. Persze, hogy közlekedéssel megyünk tovább, stúdiónk vendége pedig nem más, mint a Székesfehérvári Rendőrkapitányság közlekedésrendészeti osztályvezetője, Vegdük Péter rendőrőr. Nagy jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Nagyon aktuálisak vagyunk ezzel, hiszen csütörtökön reggel történt Székesfehérváron egy baleset. Frontális karambol történt, 4-en meg is sérültek egyébként ebben a balesetben, és úgy tudom, hogy az egyik autón, vagy ne talán mind a kettőn, de hogy nyári gumival közlekedtek, és köd volt csütörtökön reggel az utakon. Igen, történt sajnálatos módon egy közlekedési baleset. A munkatársaim ugye a helyszíni szemlét elvégezték, majd ezt követően fogják vizsgálni a balesetnek a körülményeit. Nagyon fontos ilyenkor, hogy a téli felkészülésben ugye váltsunk gumiszettet is, főként, hogyha van rá lehetőségünk. Igaz, hogy a jogszabály nem írja elő, hogy kötelezően váltani kell, de ha ajánlott, hogy téli gumiszettre váltsanak az autósok, és ezzel növelhetik a biztonságát a közlekedésben résztvevőknek. A Látni és Látszani akcióról is említettünk néhány szót. Mit jelent az, hogy látni és látszani? Kire vonatkozik ez? Csak az autósokra, vagy esetleg kerékpárosokra, akik használják még ilyenkor a bicikliket, gyalogosokra? Mit kell ezen érteni, hogy mit lássunk és mit mutassunk magunkból? A Látni és Látszani program az mindenkire vonatkozik, aki a közlekedésben részt vesz, legyen az gépjárművezető, legyen az gyalogos. A legfontosabb, amit ez a program takar, hogy
észlelhetőek legyünk egymás számára, mind az autós számára a kerékpáros gyalogos, illetve a gyalogos számára is az autós. Ugye itt a járművel közlekedőknél fontos, hogy a járműveknek a világító berendezése megfelelően üzemeljen. Ezáltal ők is sokkal jobban látnak a megváltozott időjárási és látási viszonyok között. A kerékpárosok részére szintén első-hátsó világító berendezésekkel, prizmával, akár ruházatban olyan jellegűvel, ami nem sötét, hanem rikítóbb színű és kiemeli. A megváltozott időjárási körülmények között gyalogosoknál szintén jellemző idősebbekre, hogy sötétebb ruhában vannak, még sokkal nehezebb őket észrevenni, mint egy más korosztályt, akik jellemzően egy világosabban, és őnekik is fontos az, hogy olyan színesebb, láthatóbb ruhában legyenek, ami észlelhető. Ez tényleg nagyon fontos, hiszen nagyon hamar sötétedik, már délutánonként, hajnalban is sokszor sötét van, és hogyha még köd is nehezíti a közlekedést, akkor akár a gyalogosnak is érdemes valami fényvisszaverős ruhát felvennie. Nyilván ez nem kötelező, mint a kerékpárosoknál lakott területen kívül. Igen, ajánlott ez is, hogy ha van rá mód és lehetőség, akkor ezzel is növelni az észlelhetőségüket, és viseljenek láthatósági mellényt, mert tényleg könnyebben észrevenni, sokkal rövidebb idő alatt, rövidebb távolságon belülről. A Fejér megyei rendőrfőkapitányság szóvivő is nagyon gyakran mondja, hogy vezessünk az út és látási viszonyoknak megfelelően. De mit jelent ez pontosan? Hogyan? Hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy ha megfelelő gumira váltottunk, gumiszettet alkalmaztunk, tehát a télbe következésével a téli gumira, hogy akkor már biztonságosan vezetünk, rábízzuk magunkat az autó korszerű biztonsági rendszerére, és nem veszük figyelembe azt, hogy a megváltozott időjárási körülmények között a járművek gumiabroncsának a tapadása megváltozik, az észlelhetőség szintén megváltozik, tehát ugyanúgy haladunk a gépkocsival, haladnak a forgalomban résztvevők, mint ha normál körülmények között autóznának. Pedig ez tévhit, mert nagyon-nagyon csökken a tapadás, főleg amikor nem is kell, hogy hó legyen, ugye a tél sem azzal van itt, hogy hó esett, hanem a reggeli fagy, ónos eső, bármitől megváltozhat ez, és akár kétszeresére, háromszorására is nőhet egy féktávolság, hogyha a sebességet nem csökkentjük a megváltozott útviszonyoknak megfelelően. Tehát mindenképpen azt kell mérlegelni, hogy a megváltozott körülményekhez képest csökkenteni a sebességet. Csökkentem a sebességet, gyorsan észlelem, hogy hú, ott mégis van egy gyalogos, rátaposok a fékre. Nem teljesen jó, hogyha a fékre is rátaposunk, illetve kerülni kell minden olyan hirtelen mozdulatot, ami az autónak a stabilitását megváltoztatja, hiszen a megváltozott időjárási körülményekkel ugye a tapadás csökken, ezáltal az autó stabilitása is változik, és egy hirtelen kormánymozdulatnál, hirtelen fékezésnél ugye megcsúszhat a jármű. A korszerű járművek ugye ABS-szel, blokkolásgátlóval vannak felszerelve, irányítható marad fékezés közben, de ilyen esetben is azért a kormánymozdulatokat kerülni kell a hirtelen. Melyek egyébként a leggyakoribb vezetői hibák, amik ilyenkor előjönnek és balesetet okoznak? Az, hogy nem veszük figyelembe azt, hogy az időjárási körülmények megváltoztak, türelmetlenebbek a járművezetők, szintén attól, hogy megváltozott, korábban van sötét, sokkal nem tudják tolerálni annyira. Jeges az út, havas az út, menjünk tovább, már. Tovább kell közlekedni, így van. Nem számolják ki azt, hogy az időjárás miatt plusz időt vesz igényben, az, hogy odaérjünk valahova, kapkodunk, sietünk. Sebesség túllépés. Illetve ami még nagyon fontos, hogy a járműveknek az ablakát meg kell tisztítani, páramentesíteni, havat lekaparni, és az is sokkal javíthatja a láthatóságot. Mert hogy az is előfordul, hogy még nem lehet kilátni az ablakon, mert mondjuk párás vagy még jeges, és úgy indul el valaki. Igen, előfordul az is, hogy reggel elindulást követően nem gondolják azt, hogy letakarítják, hanem az ablaktörlővel csak éppen
elsikálja egy picit, és nem veszi a fáradtságot arra, hogy jégoldó sprével, kaparóval adott esetben a jeget vagy havat eltávolítani, vagy megvárni azt, hogy a belső párát ugye lefújja az autónak a légkondicionáló rendszere. Úgy indulnak el, ezáltal ugye az észlelhetőség az ő részükre is csökken, így sokkal veszélyesebb a közlekedésben való részvételük. Mi történik akkor, hogyha megtörténik a baj, balesetet szenvedünk, vagy balesetet okozunk, mikor érdemes a rendőrt hívni, és mikor ne hívjuk? Ha már megtörtént a baleset, és az halállal vagy személyi sérüléssel járt, akkor kötelező megállni. Akkor is kötelező megállnunk, ha anyagi kár van. Meg kell győződnünk arról, hogy tudunk-e valakinek segíteni, illetve mindent meg kell tennünk azért, hogy a további veszélyhelyzetet elhárítsuk. Amennyiben rendőri intézkedést nem kötelező, úgy a feleknek egymással adatot kell cserélni, tehát hitelt érdemlően kell a személyazonosságát a másik félnek a rendelkezésre bocsátani, illetve a biztosító adatait is meg kell adni számára. Ha nem kötelező a rendőri intézkedés, de mégis úgy dönt valamelyik fél, hogy szeretne rendőri intézkedést, akkor ezt haladéktalanul meg fogják tenni, értesíteni fogják a rendőrhatóságot. Ebben az esetben meg kell várni a rendőri intézkedést, és a helyszínről nem lehet addig távozni, ameddig a rendőrség meg nem érkezett. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljött hozzánk a stúdióba, és mindezt elmondta. A hétköznapokban fegyverekkel és kábítószerrel foglalkozik, a szabad idejét pedig legszívesebben festéssel tölti. Sturz Tíma, a rendőrőrnagy így találta meg az életében az egyensúlyt. Kékkel, zöldre, fekete. Sturz Tímea éppen egy vitorlást kezd festeni a műhelyében. Először felvázolom a képet, de nagy vonalakban is. Az alkotás vágya gyerekkora óta él a fiatalasszonyban, de festményeket csak 2009-ben kezdett el készíteni. Egy erdőszéli kis családi házba költöztünk, és akkor ott elterveztem, hogy a saját festményeimmel lesz tele a ház, fala, és ennek következtében megkerestem egy festőművész urat, a Szakál Antal festőművészt, akinek a segítségével végül is elindultam ezen az úton. Először, amikor a férjemnek ezt mondtam, hogy hát milyen terveim vannak, hát mondta, hogy hú, nem lesz ott annyi falfelület, nem lesznek képek. És meglátta, hogy milyen képek készülnek, és akkor hú, most mondom, jó, de ezt is ajándékba lesz. Nem, ezt megtartjuk. Bőven használom a festéket. Szakál Antallal eleinte grafittal, majd pasztelkrétával, olajfestékkel dolgoztak, de Sturz Tíma mostanában akrilfestékkel készíti a legszívesebben alkotásait. Most az akrilfestéssel foglalkozom, tehát azt szeretem igazából. Mert az akrilfestésnél az a jó, hogy hamar szárad, és ezáltal a kép, tehát úgy fejleszthető, dolgozható tovább, tehát hogy nem kell megvárni a száradási időt, hanem hogy benne vagyok egy lendületbe, akkor azt végig tudom vinni. A csendélet volt, tehát egy virág vázában, akkor tájképek közül is ezek az erdőrészletek, tehát a fákat nagyon szerettem festeni. És később alakult ki az, hogy úgy a víz, a tenger, a vitorlás és a csendélet, meg hát az utcarészletnél pedig, ahogy az embereket is, már ilyen figurális képeket is tehát beleraktam. Sturz Tímea nem csak fest, másoknak is megtanítja az alkotás örömét. Unokahúgával ugyanis fél éve egy vállalkozást indítottak, melyben a festészet rejtelmeibe vezetik be az érdeklődőket. Jó érzés átadni ezt a festés szeretetét, örömét. Tehát nagyon jó érzés azt látni, hogy kikapcsolódnak, boldogok, felszabadultak, ismerettségek szövődnek, tehát barátságok. Sturz Tíma azt mondja, neki a festés miatt lett teljes az élete. A festés az, ami számomra egy ilyen stressz levezetésnek egyfajta formája, tehát
akkor nem foglalkozok a problémákkal, a gondokkal, tehát tényleg akkor ki tudok teljesen kapcsolni. És az ilyen szabadságérzetet ad. Tímea közben természetesen megérkezett hozzánk a stúdióba. Jó estét, szia! Szia, jó estét kívánok! 15-16, hogyha jól számoltam, akkor nagyjából azóta vagy itt a Fejér megyei rendőrfőkapitányságon, illetve a Székesfehérvári rendőrkapitányságon rendőr, és hogyha pontos titulusodat olvasom, akkor fegyverügyi főelőadó. Mivel foglalkozol akkor te most magyarul? Tehát jelen pillanatban a Fejér megyei rendőrfőkapitányságon vagyok, és ugye a fegyverekkel, tehát fegyvertartási engedélyek kiadásával. Előtte is ezzel foglalkoztam, ugyanúgy az engedélyi területen, tehát a Fehérvári rendőrkapitányságon, viszont ott a sportcélú vadászlőfegyverekkel, itt meg az önvédelmi célú maroklőfegyverek kiadásával, tehát engedélyének kiadásával foglalkozom. Amikor én nyilván először festés közben ismertelek meg téged, akkor nem gondoltam, hogy ennyire komplex a te munkád, hiszen ott színekkel, éling színekkel, természettel foglalkozol. Itt meg azt gondolom, hogy azért ez egy egészen más terület. Hogyan zajlik egy-egy mindennap a rendőrségen? Itt nagyon sok a szabály, nem? Igen, hát itt szigorú szabályoknak kell megfelelni, meg azt szerint dolgozunk. Teljesen más, tényleg, tehát ez a két véglet, de én ezt a munkát is nagyon szeretem. Tehát talán ez a kettősség az, ami igazából motivál és visz előre az életem során. Tehát szeretek emberekkel is foglalkozni, tehát ügyfélfogadások is vannak, ott azért kapcsolatba kerülünk az ügyfelekkel. Igaz, hogy sok határozatot is kell írnunk, meg sok az írásos feladat is, de ez így kompletten teljesen megfelelő. Plusz kapcsolódom a munkakörbe, még ugye járok ki házi orvosokhoz, állatorvosokhoz is, az már más terület, ugye a kábítószerrendészettel kapcsolatban. Ez egy hatósági munka? Hatósági munka, igen, hatósági feladat, úgymond a legális kábítószerek ellenőrzöm, de inkább a nyilvántartás, tehát hogy megfelel a nyilvántartásban az, hogy tehát a bevételezést nézem meg, a kiadást, és hogy a felhasználás, tehát ne legyen illetéktelen felhasználás. Tehát akkor így random módon megjelensz időnként egy állatorvosnál, vagy? Igen, előre azt nem szoktam bejelenteni, tehát pont ez az ellenőrzésnek a célja. Hogyan kerültél te, és miért a rendőrségre ennek idején? Hát én kereskedelmi végzettség, tehát kereskedelemmel foglalkoztam, tehát olyan végzettségem van, és nekem az apukám is rendőr volt, és ő ajánlotta, hogy van egy ilyen lehetőség, hogy rendőr szakközépiskolában is lehet, hogy lesz egy másik szakmám, és még eldönthetem, hogy mivel szeretnék foglalkozni. És akkor ő általa kerültem ugye erre az útra, és megtetszett, tehát nagyon jó érzés volt első körben, tehát az iskola után kikerültem az utcára, mint közlekedési járőr. Számomra az is nagyon jó érzés volt, tehát így megvoltak azok a lépcsőfokok. Később tudtam, hogy már szeretnék más irányba elmozdulni, akkor jelentkeztem a rendőrtiszti főiskolára, és akkor utána kerültem a Fehérvári rendőrkapitányságra, mint előadó. Most feltenném azt a kérdést, hogy mit ad neked az, hogy egyenruhát húzhat, de nyilván most már nem egyenruhában dolgozol, de hogy a testület tagja vagy? Hát az egyenruha, amikor fiatalabb voltam, tehát a kezdetben akkor nagyon jó érzés volt, tehát most civil ruhás vagyok, de nem ragaszkodom az egyenruhához. Tehát inkább a hivatástudat az, ami szerintem meghatározó így a munkánk során. Mert hogy ez akkor nem szakma, hanem hivatás. Hivatás, igen. Miért? Ezt így nehezebben tudnám kifejteni, mert ez így adott, tehát vagy számomra. Tehát lehet, hogy másnak ez tehát nem annyira egyértelmű. Ez egy nagy család, nem? Legalábbis civilként kívülről ez nagyon úgy tűnik nekem. Igen,
nagyon sok embert, tehát ismerjük a kollégákat, azért a másik szakterület munkájába is belátunk, belefolyunk, nagyon jól összekapcsolódnak a munkafolyamatok. Tehát hiába van más-más szakterület, de akkor is ez a munka azért egy egységbe kell elképzelni, tehát mindenki egy célért dolgozik. Nagyon érdekes, ahogy mondtad, annyira előttem van az a mondat, és ahogy így húzott az ecset, tehát egy nagy vonalakban szereted az akrilfestéket, és nagy vonalakban szereted kialakítani a végső kompozíciót. De hogy ezzel annyira szöges ellentétben van, amit nap mint nap igen. csinálsz, hogy lehet, hogy ez neked az egység, meg ahogy mondtad is, hogy ez adja meg az életednek a kis keretet, ez a kettősség? Mert lehet, hogy bizonyos személyek, embereknek elég mondjuk az egyik irány, tehát abba teljesednek ki, tehát nekem fontos volt, hogy ezt a másik oldal is benne legyen az életemben. Tehát ez így... számomra ez adja a komplett egészt. Tehát így tudok kibontakozni is, meg a végezni a munkámat akkor megfelelően. Meg igen, a stressz levezetésének ez egyfajta módja. Jó helyen vagy akkor, hogyha jól értelmezem, mi lehet a távlati cél, vagy a közeljövő célja, akár a festészet a hobbi tekintetében, akár pedig a rendőrség tekintetében? Tehát nem szívesen hagynék fel egyik munkámmal sem, ha fogalmazhatok így. Tehát mindegyiket szeretném így megtartani az életem során, és benne itt tevékenykedni ugyanúgy. Talán kicsit mindig változtatnék, tehát lehet, hogy szívesen megismerik más szakterületet is akár, ugyanúgy a festészetben is, másfajta technikákat kipróbálni, tehát azért szeretnék még fejlődni, amennyiben így lehetséges, meg majd tudok így haladni előre. Sok sikert kívánok köszönöm. Ehhez, és nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél hozzánk a stúdióba, és hogy egy kicsit megismerhettünk téged. Köszönöm, hogy itt lehettem. És szerintem ez is egy bizonyíték arra, hogy bármennyire is furcsának tűnik időnként, de hogy a rendőrök is emberek, kedves nézőink, nagyon szépen köszönöm, hogy velünk tartottak. Ez a műsor legközelebb egy hónap múlva jelentkezik, és remélem, hogy akkor is csatlakoznak majd hozzánk. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!